Sziasztok, köszöntök szépen mindenkit újra a Sprout következő 52. részével, és először is itt a részre én meg szeretném köszönni az előző rész alatt írt kommentjeiteket, ugyanis nagyon-nagyon sokan írtatok, és tökre örültem, hogy ennyire pozitív volt a fogadtatása az elmúlt résznek, ugye az évanyító epizódnak. Úgyhogy mostani részben is van egy csomó tervünk, elsősorban megint egy kis felfedező útra szeretnék indulni, de előtte még gyorsan csekkolnám, akkor itt a happiness szintünket, ami még továbbra is elég jó, 9,8 a 10-ből, és ennek örömére akkor ezt upgrade-olom is, és kíváncsi vagyok, hogy mennyi nyersanyagra lesz szükségünk, ugyanis ez lesz az ötös szintje, ami valószínűleg még egy 2-3, akár több epizódon keresztül is épülni fog, de hűha, igen, itt aztán lesz bőven szükségünk mindenfélére, majd hát végül is ezeket a torcsokat odaadhatom, de majd hozok majd nekik ilyen növényeket, meg cauldronokat, meg flowerpotokat, meg még armorokra is szükségünk lesz ehhez, úristen, meg purple pillára, szóval igen, úgy látszik, hogy akkor ide ilyenkor már mindenféleképpen át kell mennünk az endbe, de szerencsére már ugye voltunk ott, és akkor hozni onnan is összetevőket ehhez a következő változatához az épületnek. Szóval két nagyobb dolgot szeretnék ebben a részben. Először is, mivel még egy csomó mindent nem láttunk az ilyen generált építmények közül, úgyhogy megint egy kis felfedező útra indulni, úgyhogy nem is habozok tovább, hanem akkor rögtön indulok is egy sárkányos utazásra. Oké. Okay. És a másik pedig ebben a részben, hogy az Ender IO-ba belekezdjünk, ugyanis nagyon szeretném, csak kicsit feljebb teszem mondjuk ezt a render distance-et, hogy lássunk is valamennyire. Szóval nagyon szeretném megcsinálni a sorting systemet, tehát hogy a nyersanyagainkat, az itemjeinket úgy tudjunk elérni, hogy elég lenne csak egy ilyen inventory panelbe, tehát egy ilyen számítógépbe belenézni, és onnan ki tudjuk keresni az összes olyan itemet, ami nekünk szükséges, aztán craftolhassunk vele, és aztán automatikusan vissza is töltse a ládákba. Szóval erre az Ender Ion nagyon jó, bár meg szeretném köszönni még, nézzétek, ott is van valami érdekes, bár az valószínűleg csak egy roguelike dungeon. Szóval meg szeretném köszönni, ugyanis csomóan írtátok, hogy hasonlót tudna az Applied Energetics mod, viszont sajnálatos módon ez nincs itt benne ebben a modpackben, pedig tényleg az érkezett még mint sok javaslat egy ilyen sorting systemre, de mivel az Itch-ben és az Ender IO is tudom, hogy tökéletes lesz rá, úgyhogy majd ebbe szeretnék belekezdeni. És ami pedig a felfedezést illeti, ebben az évadban tök jó lenne összehoznunk egy Ice Dragont, úgyhogy mit szólnátok hozzá, hogy én még egy kicsit itt repkednék, itt látok egy új falut, amit még nem is fedeztünk fel, van ott piac, van itt valami vár, és megpróbálnék keresni akkor ilyen Ice Dragon helyeket, mert hogy ezek a föld alatt vannak, de hogy igazából a fentiekből is gyilkolhatunk még, hiszen küldetésként újra felvettük múltkor. Hát ha havas területet egyelőre nem is, de valamit itt a dzsungelbe találtam, olyan mintha ez is egy dungeon lenne, méghozzá egy valamiféle kígyós dungeon, mert hogy ott látok két ilyen, hát igen, ez valamiféle kígyó lesz itt a tetején, meg kéne nézni, hogy mi van benne, mert ilyennel még nem találkoztunk, és pont az ilyenekre vagyok kíváncsi egyébként, pont az ilyenekért is indultam el, mert tudom, hogy még nagyon-nagyon sok ilyen dolog van ebben a modpackben, amit még abszolút nem láttunk, viszont tök jó lenne kilútolgatni, és hát megnézni, hogy milyen ellenfelekkel van itt dolgunk. Mondjuk ilyen építményt, ilyen oázisszerűséget, mintha már láttam volna valahol, de most talán nagyobb lényeg lesz ez. Keresünk itt egy bejáratot, itt van is egy valami. Valószínűleg itt valami spawnerek lesznek mi. Érdekes, hogy a bosszokat majd le tudjuk csapkodni egy-két ütésből, de hogy ezeket a pókokat meg csontvázakat, de nem ártana egy kis kivilágítás. Szóval ezeket a csontvázokat meg pókokat továbbra sem annyira egyszerű, mert hogy ugye ezek is szinteződnek velünk együtt. Talán ott az a difficulty, ami most nekem szinte már maximumon van. Úristen, mi ez egy labirintus? Szóval az jelzi ott a szörnyeknek a nehézségi szintjét. Igen, itt van egy spawner, gyorsan kiszedjük, meg lecsapkodjuk a pókokat. Igen, ha csak nem ad be nekem egy kritet a fegyverem, ami egyébként nagyon király, de addig egyébként legalább egy ilyen 4-5 ütés kell továbbra is ezeknek a szörnyeknek, amik igazából most arra már csak egy ütések lennének. Ezekkel a felszerelésekkel, hát itt valami, itt fel lehet menni. Mi a fene? Oké, itt van itt két láda, meg olyan, mintha valami trón lenne. Na ez micsoda, megint valami kaja, egy Dungeon Tactics-os Magic, fogalmam sincs, hogy mi lehet, egy Heart in a Jar, meg ezek a cyberveres dolgok, egy Mending, na a Mending az mindig jól jön, hát igazából ezeket gyorsan el kéne ide pakolni,
nem is baj, hogy egy kicsit itt most ölögetem az élőnyeket, mert látjátok ezeket a fejeket, amiket ugye elég sűrűn kapunk mostanában a lootingos tucokkal. Ezek szükségünkre lesznek az Ender IO-ban is, úgyhogy... Úgyhogy mindenféleképpen érdemes ezt nekünk lootolgatni. Hát ezek a grabbegek már viszont annyira nem értékesek, itt már vehetnénk sokkal jobbakat is. És akkor volt itt még egy másik irány, oda még gyorsan elnézek, mert hogy szeretném ezt itt felderíteni. Nem lehet itt tovább menni esetleg? Ám itt már errefelé nem lesz semmi, akkor megnézem itt a túloldalt. Ami, bejöttek a nyúszikláv. Ahol itt, oh no, ez zsákutca, ez nem lehet pedig. Akkor viszont itt meg kell próbálni elindulni felfelé hátha, mert hogy innen hallok hangokat. Aha, de még mennyire, itt még folytatódna tovább. Itt is van valami feljárat szerűség, és újra két láda. Mert csak arra vagyok kíváncsi, mi van vajon a tetőm. Na, egy name tag. Meg egy Feather Falling, úristen, egy 4-es Feather Falling, hát ez marha jó. Ezeket mind akkor ki is veszem innen. Bár Music Discből mondjuk volt elég sok, ugye ez egy egész jó kaja, meg ilyen rúnák. És... szerintem akkor állhatunk is itt tovább megnézve, hogy akkor mondjuk mi van itt errefelé. Milyen király lenne egyébként egy ilyen dungeont is beszkennelni és így otthonra megépíteni. Mert amúgy abszolút jól néz ki, tehát itt vannak azok a kígyók, amiket ennek kintről láttunk, és hogyha jól látom, akkor ennek két ilyen lootolható helye volt, és akkor ezzel most így meg is néztük őket. Oda még gyorsan mondjuk elszaladok, és megnézem, hogy ennek a tetején van-e valami. Hát nem itt igazából, csak ilyen növények nőnek, hogy tökre jól beleolvadjon a dzsungelbe. Jó, hát megnéztük, ilyet se láttunk még, és ki tudja még hány ilyen van. Egyelőre elindulok visszafelé, és ilyen rengeteg kraftolni való van, legyen erre a részre felfedezésből egyelőre ennyi. Viszont, hogyha itt megnézitek, én már itt elpakolgattam ezt a részt, ezeket a ládákat, hogy el tudjuk kezdeni készíteni az első blokkjait az Ender IO-nak. Úgyhogy, ha itt most megnézzük, ugye ez egy technikai mod, ez egy elég erősen technikai mod. Egy csomó minden olyan van benne, hogy különböző generátorok, energiatároló bankok, alloy smelterek, tehát különböző furnace-ek, meg automatikus farmok, meg vezetékek, meg ilyen Killer Joe nevezetű valami, ami automatikusan támadja egyébként a körülötte lévő szörnyeket, úgyhogy ez is érdekes. De most a helyzet az, hogy... ami nekünk kéne ehhez az inventory rendszerhez, hogy a cuccokat egy tök jó szortírozott helyen tudjuk pakolni, az egy inventory panel, és ezen kívül még ilyen storage szisztemek. Most, hogyha ezeket megnézitek, hát nem azt mondom, hogy lehetetlenül bonyolult, de hogy azért elég bonyolult és elég komplikált az összeszerelésük, szóval pont, hogy amit most kitűztünk célnak magunknak, kb. Az Ender IO-nak a végén vagy a vége felé találhatók, vagy hát készíthetők el, úgyhogy egy csomó minden automatikus dolgot kell előtte csinálnunk, automatikus energiaforrást, automatikus farm helyet, automatikus zombi gyilkoló helyet, mert hogy kell, hogy nekünk legyen egy ilyen automatikus, nem is tudom, mi ennek a lötyének a neve, nutrient farmunk, tehát hogy ez egy ilyen organikus tápanyag talán, ami folyadék formájában szükséges a gépeinkhez. Úgyhogy kezdjünk mindent az elejétől. Az első lépésben ugye a Stirling generátor kell, a legegyszerűbb energiatermelő itt a modon belül. Szóval igazából ehhez itt már össze is szedtem a dolgokat. Ezekre lesz nekünk itt szükségünk, és többet is készítek akkor elsősorban. Bár előtte ilyen gíreket lenne jó nekünk összehozni, szóval ugye itt vannak ezek a basic gírek, kő kell hozzá, stick kell hozzá, az ember egy kiteszi, és készítsünk egy csomót, 13, hát ebből még szerintem lehetne, és így, összesen 16 készül nekünk belőle, és akkor ebből már a Stirling generátort így ki is pakolhatjuk. Itt nem hiába kattingatok erre, hogy többet szeretnék ebből készíteni, mindig csak egyet dob be nekem, szóval itt most ezt így, nem tudom, elég hülyén fog ez kinézni, de itt most végignyomkodom így, és akkor mind a hármat elkészítem, amire nekem most első körben szükségem van, és hogyha ezt ledobjuk, akkor itt már meg is van az első energiatermelő, szénnel működő, hát kis képezetünk. Tulajdonképpen, hogyha magunkhoz veszünk egy adag, hát szenet, vagy charcoalt, amiből most azt hiszem, annyira nagyon sok nincs is, de szerencsére van nekünk egy mine-colony modunk is ebben a modpackben, azon belül egy bányász és egy raktár, úgyhogy megnézem, hogy a bányász, na most számítok rá, remélem sok szenet szedett nekünk az idők alatt, mert erre most pont szükségem van. Ó, de még mennyire, sőt a kléjeket is elviszem. Itt ennyi minden volt, akkor húha, ezek közül lehet, hogy jól be kéne raktározni. Na ezt is például kellene fog nekünk,
Flintből is jó, hogyha van. Vannak még ilyen enchantingok, ez valószínűleg a horgászunk foghatta, meg valami nagyon-nagyon komoly gyémánt pickex. Igen, azért ezt a raktárat bár sokszor mondtam már, de többször kéne csekkolni, mert sok minden van itt, ami hasznos lehet az embernek. Most nem akarok mindent elvinni innen, csak így kikapdosok dolgokat. Például ezeket az aranyakat, most ezeket pont majd úgyis le fogjuk tudni égetni, kb. Nem is égetni, hanem már szinte duplikálni. Úgyhogy többen írták, hogy ez az Ender Eye, ez nagyon jó mod, és igazából hamarabb is belekezdhettem volna, mert hogy bejött egy ilyen early game-es része is, szóval nem muszáj ezt akkor, amikor az embernek már nagyon-nagyon-nagyon sok cucca van, például amikor már el tudott jutni a zenbe is, hanem akár egészen a játék elején bele lehet kezdeni, olyan nagyon-nagyon sok minden nem fogunk benne tudni csinálni, de mondjuk az élet duplikálásra pont jó. Ugye ezekkel a főnészekkel csak kisülni tudjuk, de hogyha esetleg ezt ledaráljuk porformába és úgy égetjük ki egy alaj főnész segítségével, vagyis egy ilyen alaj smelter pontosabban, akkor már több érchez tudunk jutni, tehát akár meg is, tehát ilyen módon akár meg is tudjuk duplikálni őket. Úgyhogy ezt gyorsan össze is teszem, kikészítettem itt is az összetevőket magamhoz, és alaj smelter, ja hát ehhez még kéne nekünk egy ilyen machine cases nevezetű blokk, amit szintén csak egy pillanaton belül magamhoz veszek. Igazából erre van hozzá szükségünk, plusz ilyen kis basic kapacitátorokra, vagy hát ilyen kapacitátorokra, amik egyrészt upgrade-nek lesznek nekünk jó, másrészt pedig kraftoló alapanyagok. Úgyhogy mindegyikből csinálok most elég sokat. Így kell egy nagy adag copper a belsejében, a többi az meg csak goldnugget és redstone, és van így nekünk akkor kapásból, hát ebből még csinálhatnák, mert hát még vannak nekem goldnuggetjeim bőséggel, így az összeset, amit csak tudok, mert ezekből is sokra lesz szükségünk, 31 darabot készítettem egyelőre, és hogyha összekombináljuk ezeket ezekkel az iron bárokkal, akkor megkapjuk ezt a machine cases-t, amiből szintén készítek itt most egy olyan. Hát mennyi ebből még kiférne? 3, hogyha magamhoz venném még az iron bárokat, úgyhogy így és így. Egyelőre 8 darab készült belőle. Igazából nem muszáj ilyen sokat csinálni már rögtön az elején, de én szeretek kicsit előre dolgozni, mert ugye ezekből mindig majd szükség lesz itt ott kraftoló alapanyagnak, és akkor ne kelljen mindig lekraftolni őket, hanem legyenek itt kéznél. Szóval, most hogyha ez is megvan, igazából vissza is térhetünk az eredet célunkra, méghozzá az alloy smelterre, amihez kell nekem még egy kis vas, és bum, itt van egy, ebből is készítek többet előre, itt van 2, és itt van egy harmadik is, egyelőre ebből is csak egyet helyezek le, mondjuk akkor ide emellé, hiszen ez már erre fel, tehát redstone fluxal, úgymond ilyen energiával működik. Mint láthatjátok, ebbe igazából nulla van, 100 000 RF-et tud tárolni magába, amit majd így ilyen kis upgrade-ekkel akár lehet javítani. Szóval térjünk vissza ide először is a generátorra, én most beteszek ide egy adag szenet, és akkor itt már alatt írja is azt, hogy 16 000 RF-et generál le egy szén, és 20 RF per tickkel, tehát tickenként 20 darab RF-et hoz létre itt nekünk a gépbe. Ugye ez így elég lassan dolgozik, de azért dolgozgat, és amint ez megszerzi magának a kellő mennyiségű RF-et, azt már át is tölti a mellette jobbra lévő alloy smelterbe, ahol itt szépen nő nekünk. De ugye ezt itt be is tudjuk állítani, hogy hova adja tovább, vagy hogyan adja tovább. Erre van itt egy ilyen kis beállítások panel, ahol egyébként így 3D-be ki is rajzolódik, hogy milyen blokkok vannak körülött, és nagyon-nagyon király ez egyébként. El is lehet tüntetni, hogy csak ezt az egyet akarjuk nézni. És akkor itt mindegyik oldalára rákattintva meg tudunk adni neki módokat. Tehát, hogy innen például húzzon dolgokat, hogyha mondjuk innen mondjuk jobbról szeretnénk betölteni a szenet, vagy a következő módja az, hogy lökjön ki dolgokat, tehát adjon ki erre felé nyersanyagokat, hát gondolom szerintem az RF-et is így adja ki, vagy húzzon és toljon egyszerre. Ez azt jelenti, hogy nyertek ez egy item függően dönti el, hogy mit húz be magának és mit tol ki. Tehát azt hiszem, hogyha például a szén van mellett, akkor azt fel tudja használni, és akkor azt ki is tudja így húzni. És az utolsó módja pedig az, hogy így kikapcsoljuk ezt az oldalát, úgymond, tehát így taszítson mindent, ami itt van, így nem kötődik bele vezetékekbe, meg hát azt hiszem, nem is adja ki nekünk oldalra, akkor ebbe az oldalra már az RF-et, bár ez lehet, hogy csak itemekre működik így, mert igen, hogyha ezt megnézzük, akkor ez itt tovább töltődik, szóval akkor úgy látszik, hogy ez nem az RF-et jelenti, csak így az esetleges itemeket, amik körbeveszik, ugye itt is ugyanúgy ezt meg lehet nézni. Mi, hogyha mondjuk itt kikapcsolom, így visszajövőre, akkor viszont már nem fogad be.
tehát hogy akkor viszont így hiába van benne szén, ez itt nem tudja továbbadni magába, és gondolom akkor így gyűlik. Aha, tehát akkor így lehet az RF-fel esetleg játszani, hogy hova szeretnénk. Mindenesetre ezt itt visszaállítom, és akkor innen szépen szívja ki magának az energiát, és van itt ugye egy csomó mód még ezen kívül, be lehet közönséges reston jelre állíthatóvá is tenni. Gondolom, hogyha ide most leteszek egy kapcsolót, akkor ezzel ki be tudnám kapcsolni, mikor működjön és mikor ne. Vagy ugye most always aktívon van, szóval nem kell neki reston, anélkül is megy, de itt mondjuk így át lehet kapcsolni, és akkor most például, hogy never aktívra állítottam, így nem használ több szenet, és nem is termel, nem is növeli itt meg az energiánkat, de azért átállítom aktívra, mert azért erre is szükségünk lesz. Jó, szóval vissza akkor ehhez a furnace-hez. Ennek itt még két plusz funkcióval ellátódik. Az egyik az, hogy megmutatja nekünk, hogy milyen receptek vannak hozzá. Baromi sok, tehát 192 oldal van. Ami minden oldalon van kettő darab recept, amit ebből így ki tudunk égetni. És azért van három slotja, tehát három ilyen fenti része itt, mert akár három különböző itemet is kombinálhatunk, és ezeket összeégethetjük egy valamiféle újjá. Tehát mindjárt keresök is egyet, valami ilyesmire lesz nekünk eleinte szükségünk, tehát például ilyen electrical steel-re, vagy pedig ilyen energetic alloy-ra, talán ez lesz az első, amire szükségünk van. Itt ugye egy redstone, egy arany és egy glowstone dustból készül, 10.000 RF felhasználásával egy. Tehát ez nekünk majd így erre lesz jó, és ugye van itt egy ilyen furnace only mód, ami igazából azt tudja, hogyha így bekapcsoljuk, hogy tulajdonképpen úgy működik, mint egy sima kemence, csak energiát használ hozzá, hogy tudjon égetni. Tehát például, hát nem tudom, veszek magamhoz itt egy darab vasat, betöltöm ide, akkor ez itt már el is kezd égetni, mutatja is, hogy hol tart, és megkapjuk, mint egy sima vas, egy sima kemencében. Próbáljuk ki akkor az alloy smelting módját, és akkor ugye így tudjuk megnézni az igazán hasznos funkcióját, tehát beteszek egy aranyat, redstone-t és glowstone dustot, és akkor elvileg, hogyha ezt itt átkapcsolom alloy smeltingre, akkor ezeket itt már szépen el is kezdi összeolvasztani egy új fajta ércé, ami pedig nekünk ez az electrical vagy energetic alloy lesz. Úgyhogy ebből akár készíthet még egy csomót, hát várjatok, mondjuk egy olyan, hát igazából ezeket itt mind el is használhatja, úgyhogy kb. Így ennyit készítsen így elsősorban nekünk, és közben én meg addig elkésztem a segmilt, ami kb. Úgy fog nekünk funkcionálni, mint valami ilyen csiszoló eszköz, vagyis ilyen zúzógép pontosabban, amiben beteszünk a belsébe dolgokat, és akkor azt így összetevőire, hát kisebb részekre bontja, úgyhogy szerencsére ehhez is ide kikészítgettem az összetevőket, és szintén csak ide bedobva a craftingunkba, meg is kaphatjuk, egyelőre ebből csak egyet csinálok, és ezt is ide passzolom a generátorunk mellé, ugyanis ennek is majd energiára lesz szükség, ami már is szépen is kezdett benne termelődni. Bár elég lassan termelődik ez az energia, szóval lehet, hogy egy kicsit még ilyen upgrade-ekkel ezt megpróbálhatnánk javítani. Van itt nekünk olyan, hogy double layered kapacitátor, ami a sima kapacitátornak a fejlesztettebb változata, és ugye itt erre azt írja, hogy megnöveli az energiatárolási lehetőséget és a gyorsaságát ezeknek a gépeknek, plusz még valami távolságot is növel rajtuk, de ezt egyelőre még nem tudom, hogy hogyan kéne elképzelni. Minden esetre ilyen cold dust kell nekünk hozzá, ami hát igazából többből is, többfajta módon is lehet szerezni, és többfajtát is, mert hogy ugye modpackben játszunk, de alapesetben az Ender IO-ban ugye úgy van, hogy ezt a segmilt használva sima szén érceket, vagy pedig sima szeneket bedobálunk ide, és akkor szintén csak egy kis energiáért cserébe, 2400 RF-ért, ledarálja nekünk ilyen szénporrá, illetve még hogyha szerencsénk van, akkor 10%-kal kapunk belőle még egyet, és megint csak 10%-kal még egy kis szulfurt, tehát ként is tudunk belőle kinyerni. Ugye ez ugyanígy van az összes többinél is, hogyha mondjuk szénércet darálunk rá, akkor rögtön kapunk belőle 3-at, ez a biztos, amit mindenféleképpen megkapunk, ez lesz itt az első sorban, és akkor a többi, ami pedig utána van, az pedig, hogy a szerencsénk van, akkor lehetséges módon még hozzá teszi, tehát ez nem ilyen garantált loot, de hogy egyébként pedig néha, hogyha bejön ez a 10%, akkor kaphatunk ilyeneket is belőle. Ezeket egyébként természetesen tudjuk növelni is, ilyen grinding bólokkal, tehát ilyen köszörülő eszközökkel, vagy akár flinttel is, ez a legbasicabb, legegyszerűbb fejlesztése úgymond ennek a köszörülésnek, úgyhogy én
Ha van, van is nálam flint, akkor én be is teszek egyet. Ugye itt írta, hogy ide kell betenni. És akkor ezzel már megnöveljük még hozzá a bónusz outputot 25%-kal. Tehát ami mondjuk csak 10% lenne, hogy bejön nekünk, mint itt bónusz lehetőség, az most 25%-kal több, tehát 35% lesz rá majd az esély. És még, ha megnézitek, akkor az energia használatot is csökkenti 15%-kal, meg hát a main outputot is, tehát ezt a fő anyagszerzési slotot is megnöveli még 20%-kal. Úgyhogy ez tök jó, és akkor be is dobok szeneket, amiket ugye most hoztunk, ebből így daráljon is le egy adagot. Sajnos ez a flint ez elhasználódik, nem tudom, hogy ide most mennyit érdemes betenni, de egyébként aha, tehát ugye valószínűleg ez lesz itt az, ami mutatja majd a flintnek az elhasználódottsági szintjét. Nem, de ez itt már dolgozik nekünk, és akkor meg is szereztük a coal powdert, amiből ezt a double layer kapacitátort már össze is tudom pakolni, hogyha szedünk még egy kis energetic alloyt. Ez itt termeli? Végül ebben miért nincsen sajnos energia, az összeset átadja ennek vajon? Ja, aha, ó, itt még elzártam itt ezt a részt, ezt most visszakapcsolom, hogy erre felé is tudjon ki a energiát, és akkor gondolom majd kap ez is. Így, benne is van, és akkor elkészítek egyet, elkészítek még egyet, ebből igazából megint csak csinálhatunk egy nagy adagot, mert hogy szükségünk le lesz sok helyen, későbbi craftingokba is. Ennek van még egy fejlettebb változata, az Octadic kapacitátor, amihez még értékesebb dolgok kellenek, de mindjárt majd megnézzük, hogy mivel tud jobban. Szóval beteszek ide egy double-t, és akkor itt már látjátok, hogy nem is, egyrészt nagyon megnövekedett a tárhely, tehát 100 000 elefről rögtön felugrott 300 000-re, és a gyorsasága is megindult, hiszen 20 RF per tickről felugrott 40 RF per tickre, és egyébként, hogyha a még fejlettebbet használnánk, akkor már 80 lenne, és nem tudom, azt hiszem 1 millió RF-et képes eltárolni, csak ez az egy blokk, úgyhogy ez így már egy elég kemény. Ezekhez is be lehet tenni, és ehhez is be lehet tenni. Viszont annyi talán a negatívuma, ha jól tudom, ennek a legjobb kapacitátornak, ami az Octadic, hogy így nem annyira energiahatékonyan dolgozik, szóval gyorsan, meg nagy tárhelyjel viszont több energiát használ ahhoz, hogy folyamatokat meg tudjon csinálni, viszont hát gyorsabb. Úgyhogy ez az ára. Ez itt már egész szépen termel, és mint láthatjátok, így egészen beindult, még szeneket is tudtunk szerezni egy csomót, és igazából ez így a kiindulási alapja, ha nagyjából jól tudom ennek az Enderájó modnak. A következő részben majd megnézzük, hogy hogyan működnek a kondoidok, tehát ezek a vezető sávok, hogy ne kelljen kötelezően mellé tenni az energiaforrásunknak, hanem akár egészen más helyre is le tudjuk tenni ezeket a szerkezeteket, vagy képezeteket, és egy ilyen vezetékkel összekötve egy másik ponton elhelyezett generátortól. Szóval ez lesz majd a következő rész tartalma, és egyébként nagyon sajnálom, mert az Animediában egyébként lehetne RF-et, tehát energiát előállítani a hörcsök segítségével, hogyha beleültetjük egy hamster wheelbe, de az ebben a verziójában még nincs benne, pedig mennyire király lenne beállítani a hörcsögöt, és akkor az ott tekerne a kis golyójában, és azzal a lendülettel energiát állítani elő. Jó, valószínűleg nem sokat, de gondoljatok bele, milyen vicces lenne egy ilyen hörcsög farmot csinálni, ahol itt tekernek, és így állítják elő, mint a rabszolgák nekünk az energiát, amit aztán mi felhasználunk mindenféle jósághoz. Szóval sajnálom, hogy nincs benne, de mindegy, megkímeljük legalább a hörcsögeinket egy nagy melótól. Szóval folytatjuk majd itt a következő részben, szintén majd szeretnék egy kis felfedezést is, szeretnék egy kis craftingolós technikai résszel való továbbhaladást is, és találkozunk majd a következő részben, addig is pedig minden jót, és sziasztok!